A panel elhalad, a robot mozgatja a panelt egy ilyen ónszökőkút fölött. Ez történik ebben a berendezésben a munkafolyamat során, magyaráz az egyik pécsi elektronikai cég munkatársa a fiataloknak. A helyi iparkamara nyári táborának résztvevői ezzel az iparterülettel ismerkedtek pénteken. Dallos Emese Komlóról érkezett, 12 éves. Azt mondja, több ágazatot megismerhettek a táborban egy hét alatt, a gyógyszeripartól az elektronikáig. Nekem a gyógyszerészet nagyon tetszett, sok izgalmas dolgot csináltunk, meg most ez is tetszik, ez az elektronika. Miért? Mert az elektronika érdekel nagyon, meg az informatika. A cégnél többféle feladatot végeznek, ezekbe láthattak bele az általános iskolások. Mi alapvetően az elektronika Kft-nél elektronika gyártás fejlesztéssel foglalkozunk, ugye mi a gyenge áramú szakterületnek vagyunk a, úgymond a felelősei, és ezzel is foglalkozunk. Különböző ipari elektronikák, vezérléseket láthatnak itt a jövőbeli kollégáink, lehetőség szerint ugye most még reméletileg fiatalok, de majd biztosan meglátják ezt a lehetőséget, amit itt az elektronika Kft belül mi biztosítani tudunk. Szívesen fogadják a fiatalokat a cégnél, hiszen a jövő munkatársai lehetnek ők, akikre szükségük van a működéshez, fejlődéshez. Már az érzékenyítésnél azt gondolom ebben az időszakban meg kell kezdeni, tehát ahogy az előbb is említettem, fontos számunkra az, hogy a fiatalok már most meglássák azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek az elektronikai szakmában, akár a gyártás területén, akár esetleg a szoftverfejlesztés területén. Ez egy eléggé komplex szakmaterület, és ennek megfelelően várjuk is a fiatalok, hogy ráhangolódjanak erre a szakirányra már. Elektronikai műszerészek, gyártástechnológusok, villamosmérnökök, informatikusok, gépészmérnökök, többek között ezek azok a képzettségek, amiket keresnek a cégnél. A fiatalok a szakmatanuláson keresztül is eljuthatnak ma már a mérnöki szintig. Erre van lehetőségük. Ezért fontos megmutatni még a pályaválasztás előtt a lehetőségeket, mondja az iparkamara munkatársa. Ma az elektronikához jöttünk el, ahol elektronika, elektrotechnikával foglalkoznak a gyerekek, és valós gazdasági környezetben fogják megismerni ezt az ágazatot, és nem csak céglátogatáson mennek körbe az üzemben, hanem egy ajándékot is visznek magukkal, ez a újrahasznosított hulladék, vagy a termelésben keletkezett hulladék anyagból egy kazú hangszert fognak készíteni. És ezzel egy kis alapanyaghoz is hozzájutnak, a termelésnek a folyamatát is belelátnak, úgyhogy így kézzelfogható élményt fognak hazavinni az elektronikától. Ez a henger alakú hangszer, amit a gyerekekkel együtt készítettek a dolgozók. A helyi iparkamara nyári tábora a jövő héten folytatódik. Újabb 10-13 éves diákok ismerkedhetnek meg a különböző területeken dolgozó baranyai cégekkel, és ismerhetnek meg számos szakmát, amiket akár élethivatásukul is választhatnak később.